Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel 3 napra szól, augusztus 17-ére, 18-ára és 19-ére. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok. De vannak más jógák is, mint például az ujjaink jógája. És most mutatok egy gyakorlatot. Ez segít megfázásoknál, tüdőbetegségnél, vagy adja számunkra a belső nyugalmat, ezt a melegséget. Mutatom a gyakorlatot. Összefűzzük az ujjainkat. A bal kézből a hüvelyk ujj felfele mutat, és a jobb kézből a mutató ujj és a hüvelyk ujj átöleli a bal kezünk hüvelyk ujját. Amikor belélegzünk, a hüvelyk ujjat és a mutató ujjat kicsit így összenyomjuk, amikor kilélegzünk, akkor engedünk ebből. Tehát belélegzés, kilélegzés. Tehát így indult a gyakorlat. A mutató ujj, hüvelyk ujj átöleli a bal kezünk hüvelyk ujját. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Augusztus 17-én a hold az Asvini holdházban van. Itt lesz egy új irány, egy kezdet, előre mennek, rohannak az események, lehet, hogy kicsit meggondolatlanul cselekszünk ezen a napon. Az Asvini testvérek azok gyógyászok, tehát ezen a napon megvan a gyógyító erő, lehet, hogy valaki ezt tanulja, érdekli ez a terület, egészségügyi témák, vagy utalhat munkahelyre is. 18-án áttér a hold a Brahmani holdházban. A Brahmani holdház felett a nőies energia uralkodik. Itt születésről van szó. Természetesen lehet, ez egy kisbaba születése is, de utal egy alapítványra, egy új kezdetre, amikor valami új születni fog. Azon kívül utal a kreatív tevékenységre. 19-én áttér a hold a kritika holdházba. Itt a plejádok és a hiádok uralkodnak. Ez az arany kapu az ekliptikán. Itt döntésekről lesz szó. Az a fontos, hogy figyeljünk oda a gondolatokra, érzelmekre, pozitív gondolatok, pozitív érzelmek kellenek, akkor úgy javulni fog a helyzet. Augusztus 17-én az indiai számítás szerint a nap elhagyta a rák jegyét, és áttért az oroszlán jegyébe. Ezzel indul a havi téma. A havi téma magabiztonság, a fellépés, mi állunk a középpontban, vagy el kellene gondolkozni azon, mi fontos számunkra, mi áll a középpontban, vagy ki áll a középpontban. Merkur bolygó utal a cselekvésekre, utal a kommunikációra. Jó kapcsolatban van Vénusz bolygóval, kihat ránk hölgyekre, tehát számunkra ez előnyös, egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. Ami viszont Mars bolygót illeti, ott vannak feszültségek, viták, veszekedések, vagy egy előnytelen szerződés. Viszont augusztus 21-én áttér Merkur bolygó a szűz jegyébe, és akkor megvan egy nagyon jó kapcsolat Vénusz bolygóval, hiszen Vénusz bolygó a rák jegyében, a víz elemében van,
Merkur bolygó akkor 21-től a szűz jegyében, a föld elemében megvan a harmónia, és jól hat ki a férfiakra, hiszen Mars bolygó a bika jegyében szintén a föld elemében van, lesznek jó kapcsolatok, előnyös szerződések, egy jó hír, szép beszélgetések. Tehát most a napokban még nem kellene cselekedni, hanem legyenek a férfiak kicsit türelmesek. Ami a férfias és a nőies energiát illeti Mars bolygót és Vénusz bolygót, itt megvan a napokban, utána is még a harmónia, hiszen Mars bolygó a föld elemében van a bika jegyében, Vénusz bolygó a víz elemében, a rák jegyében, és a föld eleme és a víz eleme barátságban áll egymással, tehát megvan a harmónia a férfias energia és a nőies energia között. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!